Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hold hamarosan eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétót. Ez a lefele mozgó hold csomó utal az érzelmekre és a múltra. Ez kiváltja nálunk azt, hogy a következő napokban lesznek itt emlékek vagy kármikus kapcsolatok. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Egy szerelmi jóslás. Ezen a képen látható a találkozás. Itt lesznek nálad a közeljövőben kapcsolatok. Ez lehet egy ünnepség vagy egy meghívás is. Itt is látható a mozgás, a tevékenység, egy kreatív munka, de lehet egy ünnepség is. Miután megvolt ez a találkozás, komoly döntéseket fogsz hozni, és mérlegeled a dolgokat. Ez lehet egy munkahelyi változás is. Itt lesznek találkozások, beszélgetések, itt van mozgás, egy kreatív tevékenység, és hamarosan vagy te, vagy ő komoly döntéseket fog hozni. Itt látható egy betegség, az lehet, hogy valaki most beteg a környezetedben. De az is lehet, hogy ez a terület, ami téged érdekel, és megvan nálad a gyógyító erő. Ez a hivatásod. Az is előfordulhat, hogy eddig valami betegített téged, valami nyomasztott téged, és itt most javulni fog a helyzet. Valaki nyújtja a kezét, és segít neked. Vagy kéz a kézben fogtok előre haladni, hiszen lesz egy közös életút. Ez utalhat szerződésekre is, vagy egy eljegyzésre. Itt lesznek nagy-nagy sikerek és nyeremény. Ez a kártya azt jelenti, hogy valaki beteg, vagy valami betegített téged. Itt megvan a gyógyító erő. Lehet, hogy ez a hivatásod. Itt lesz segítség, vagy szerződések, ez számodra sikert és nyereményt hoz. Itt ez az óra utal az időre. Jelentheti azt, hogy eddig türelmes voltál, és most lesz a siker, vagy még kell kicsit az idő, tehát légy még kicsit türelmes. A háttérben ez a vitorlás hajó szimbolizálja a reményeket, és itt ez a kutya a hűséget. Ez a kép is sikereket hoz számodra, itt vannak lehetőségek, és választani fogsz, vagy ebbe az irányba tekintesz, vagy ebbe az irányba. Ez a fekete ló inkább az anyagiakat, a hivatást érinti, a fehér ló pedig a spirituális dolgokat, vagy inkább az érzelmeket.
Itt újra kijött ez a kártya, ami neked sikereket és nyereményt hoz. Ez lehet az anyagiakat illetően, de a párkapcsolatot illetően is, hiszen értékes vagy számára. Te vagy számára egy nagy nyeremény. Itt ezen a képen látható, hogy légy még kicsit türelmes, de azt is jelentheti, most eljött az idő ahhoz, hogy cselekedj. Itt vannak lehetőségek, választhatsz a két ló közül. Az egyik utal a hivatásra, az anyagiakra, a másik a spirituális dolgokra, érzelmekre, és itt a siker, a nagy nyeremény. Persze mindkettőt választhatod, hiszen mindkettő fontos lehet számodra. A hivatásodat élni, és boldog lenni a párkapcsolat területén. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.